Nyolcadik alkalommal szervezte meg tanszeradománygyűjtő akcióját a Next Stop Fehérvár és az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ. Az adománygyűjtés augusztus 8-án indul és 12-ig tart. Az eddigi években a jótékonysági kampány közel 50 családnak tudott segítséget nyújtani. Nyilván fontos, hogy az állam megadja azt a segítséget most már hosszú évek óta, hogy nyíresen biztosítja a tankönyvet a gyermekek számára, de fontos, hogy emellett nyilván a kiegészítő tanszerekkel is rendelkezzenek az iskolába járó gyermekek. Ezért nagy segítség, hogy ezekből az adományokból évente mintegy 50 családnak tud az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ a Székesfehérváron, illetve a járásban élő családokon segíteni. Köszönöm szépen az üzletközpontnak a lehetőséget. Most már minden évben nyáron ezt meg tudjuk tenni. Az adományokat idén is a Holland Fasor egy szám alatt található komplexum bejáratánál várják 10-től 18 óráig. Szervezés szempontjából szereztünk már némi rutint az évek alatt. A közösségi média felületet használjuk, az üzletközpontnak a törzsvásárlói közönsége szerencsére követi az oldalunkat és ismeri. Itt helyben is hirdetjük az akciót, úgyhogy bízunk benne, hogy a látogatottság megfelelő lesz, és minél több családnak fogunk tudni segíteni ezáltal. Tisztül Henrik elmondta, az akcióval elsősorban a több gyermekes családoknak szeretnének segítséget nyújtani. Az adományokat ezúttal is az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el az érintett családokhoz. Céljuk, hogy idén is tehermentesen indulhasson a tanév a Fehérváron és a környékben élő családok számára. Mi gyermekes üzemben több gyermekes családokat szeretnénk ezzel segíteni, tehát bármi, ami az iskola kezdéshez iskolaszer felajánlanak, azt örömmel, szívesen fogadjuk, ceruzákat, tollakat, füzeteket, gyurmát, vízfestéket. De amit kiemelnék, amit én különösen fontosnak tartok ebben a 8 éves kezdeményezésben, hogy a használt, de jó állapotú iskolatáskáknak is nagyon örülünk, és ezeket is eddig a korábbi években mindig szívesen fogadtuk. Tisztül Henrik hozzátette, bízik benne, hogy idén is számos családot tudnak majd segíteni, és minél több adományozni vágyó emberhez eljut a kezdeményezésük.